Évek óta az évszakok és az ünnepek változásakor új köntösbe öltözik bátaszék. A díszítés is marketing elem. Így a bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai szervezik a díszletek készítését és átalakítását. Többek között ez is feladata a bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Csapatának, és hát ez egy jól kialakult gyakorlat, de mindig próbálunk valamit újítani. Nyilván vannak olyan dekorációs elemek, amelyek fixek, de mindig próbálunk valami újat belecsempészni, egy kicsikét kreatívkodni a csapattal, és hál' Istennek velük lehet, a kollégákkal lehet, és ennek az eredménye az, amit a bátaszékiek, illetve a városba érkezők látnak. Vannak olyan dekorációs elemek, mint például a tavaszi, most a Molkútnál, illetve a templom előtt, amelyek régiek, néhány évesek, és a Bátkom Kft. Segítségével készítette egy egykori munkatársunk, aki már nem dolgozik a művelődési házban, de mindig bővítjük. Van olyan dekoratőrünk, olyan informatikusunk, aki készít saját akár olapokat, vagy molinókat, vagy kihelyezésre kerülő képeket, vagy dekorációs elemeket, és így születik meg ez tulajdonképpen. A díszítésbe a gyerekeket is rendszeresen bevonják. Így történt ez idén március 15-én is, amikor a helyi általános iskola tanulóinak munkái díszítették a város tereit. Csötönyi László igazgató azt is elmondta, a nyári dekoráció elemei is készülőben vannak, és néhány héten belül, a tavasz elköszöntével ezeket helyezik majd ki.